amit lehetett kihozott ebből a helyzetből Paujevic, mert hogy nem nagyon voltak társak. Gyorsan elvégzi közben a mezőkövest, és Marek Strescsik megszerzi a vezetést. A 86. percben elaludt a teljes Videoton védelem. Egy nagyon szemfülesen, gyorsan elvégzett szabadrúgást követően vezet a mezőkövest a Videoton ellen. 4 perccel a rendes játékidő vége előtt. Hát ez hideg zuhany a javából. És nagyon-nagyon szemfüles volt Paujevic. Ha jól láttam, ő passzolta oda gyorsan Strescsiknek, aki aztán felvarta a hosszú felső sarokba. Hiába ér hozzá Kovácsik, hárítani nem tud. Így aztán Strescsik góljával vezet a mezőkövesd. Itt van még egyszer Lazovic próbálkozása.